Na, hát sziasztok! És akkor, mint az előző részben ígértem, a mai részben az INSP felirattal fogunk foglalkozni. Hát igen, sok asztrástól hallom, olvasom, látom, akár a G-Asztra klubba, akár úgy általánosságban, hogy mindenki be van szarva ettől az INSP felirattól, mert mindenki azt hiszi, hogy itt a motort kell már kicserélni, hogy menthetetlen az egész autó, el kell adni a blablabla. Bla. Az elején szeretném letisztázni, hogy az INSP felirat, ugye röviden inspekció, nem egyenlő a motorhibajelző vagy motordiagnosztika lámpával. Tehát attól, hogy neked az INSP felirat bevillant, az nem azt jelenti, hogy te most dob ki az egész autót a picsába, meg hogy valami több százezeres gondja van. Konkrétan az INSP, mint az inspekció is jelenti, eljött a kötelező szerviz ideje. Na már most, és most lehet, hogy megint, hát mint úgy általában, hülyeséget fogok mondani. Utána néztem egy Opel-es oldalon, és hát ha jól láttam, a szerviz intervallumokat, ugye ez a kompjúterbe, a kocsi agyába van betáplálva, hogy jelezzen neked, hogy hé paraszt, ideje van. Az 1-2-es G-Astráknak 15 000 km vagy 12 hónap a szerviz intervalluma. Tehát vagy 15 km-t mész egy évbe, vagy eltelik egy év, meg kell csinálni a szervizt, teljesen mindegy. Ami viszont érdekesebb, hogy minden más motorral szerelt G-Astra, 1.4, 1.6, 2.000, akármi, mindegyiknek 30 000 km vagy 12 hónap a csere, vagy a szerviz intervalluma. Én feltételezem azt, hogy mivel kis motor van az autóban, ugye jobban van terhelve, jó, mondjuk nem egy városi közlekedésnél, de mondjuk, ha egy hosszú távon használod, jobban van terhelve, hamarabb fárad az olaj, én csak erre tudok tippelni. A másik viszont az, ha csak városba használsz akármilyen autót, akkor viszont megértem az egyéves intervallumot, mert egy év városozás, mint az előző részben is láthattátok, elég kapucsinóssá tudja az olajotokat tenni. Úgyhogy én feltételezem, hogy ezért van a 15 000 km, mert az 1-2-esnek 15 000-et is elég megtennie, vagy az egy év, hogyha csak tényleg városba használjátok, mint jelenleg ezt az autót. Tehát azt mondom, hogy napi szinten, hogyha 10 km-t megyünk vele, akkor már lehet, hogy sokat is mondtam. És feltételezem, ezért van ez. Na, de hát amint bevillant az INSP feliratod, ugye ez semmi más nem jelent neked, mint hogy a szerviz csináld meg. Szerviz alatt mit értek? Hát én jelen esetben voltak olyan dolgok az előző videóban, amit kicseréltem, bár szerintem nem kellett volna, de biztos, ami biztos. Ugye olaj, olajszűrő. Elég egyértelmű. Ha már ott vagy, akkor célszerű a levegőszűrőt is kicserélned. Klímás autóknál a pollenszűrőt mindenképpen célszerű, szerintem évente kicserélni. Nem nagy tétel, pár száz forint. Most nem láttátok, már nem tudtam megmutatni, de hogy idézőjelben mennyire macera kicserélni a pollenszűrőt, szerintem nem annyira, de hát valakinek a kereket leszedni nehezére esik. Na mindegy. És itt jön egy Insignia kombi. Jaj, de szép vagy. Na, szóval valakinek az nehezére esik, hogy kereket lecserélje. Én cseréltem egy benzinszűrőt is, ami igazából szerintem felesleges volt, mert annyira nem volt gáz az előző, de ha már ott voltam, biztos, ami biztos. Nem szeretek ilyennel játszadozni, ha valamit cserélek, nem azt mondom, hogy mindent körülötte cserélek, de ez se volt nagy tétel. Otthon van egy kis A4-es papírom, arra mindig föl szoktam írni, hogy mely kilométernél, vagy hány kilométernél mit cseréltem, és akkor rá tudok nézni, hogy mikor jött a szerviz intervalluma. Nyilván az autó az INSP felirat alatt nem fogja kiírni neked a gyertya, bár ebben most így nem vagyok biztos. Úgyhogy lehet, hogy most fasságot csináltam. Na mindegy. Majd ránézünk a gyertyákra is. De gyakorlatilag amiért jöttetek ebbe a videóba. Miután megcsináltad a szervizt, és minden rendben van, hát vagy megcsináltad, vagy elvitted valahova, hogy megcsinálják, teljesen mindegy. Bár ha elvitted egy szervizbe, vagy valakihez, aki megcsinálja neked, akkor elvileg annak a valakinek is kell ütni az INSP feliratot, ergo nem azért vagy itt, hogy azt nézd, tehát nem értem. Na mindegy. Ha magadnak csinálod, arról az esetről beszélünk, hogy tudod kiütni ezt az INSP feliratot a szerviz elvégzése után. Na, egyébként egy nagyon egyszerű történetről beszélünk, és nem akarok megint hülyeséget mondani, csak így négy szem közt, hogy szerintem a szerviz azért is egy elég tetemesebb összeget kérnél, hogy csak azt az egy kurva feliratot kiüsse neked, és mindjárt meglátjátok a videóban, hogy ez miért kurvára pénzkidobás. Na, hát akkor nézzük is, hogy működik ez az egész. Na, hát bocsánat a ferde kép miatt, de konkrétan a kormány bütykébe van beakasztva a kamera, csak mivel erre, vagy ehhez a művelethez két kézre van szükség. Első lépésben is
megtaláljátok, vagy hát keressétek meg, ha nem tudja valaki, hogy ez mire való a kis pöcs. Ez a napi kilométer számláló törlő, úgymond. Na már most, nagyon egyszerű a történetünk, ezt benyomjuk. És nyomva tartjuk. És ráadjuk a gyújtást. És villog az ins felirat. És lenullázódott az ins felirat. És elengedjük. És levesszük gyújtásról. És kikapcsoljuk a rádiót. És ha most visszarakom gyújtásra, hoppába, az meg nincs ins felirat. Hát mi a fasz? Már nem tudom, mennyire látjátok. Eléggé süt a nap. Hallod? Tartott vagy fél percig. Ez szerintem megért neked annyit, hogy ne fizess mondjuk 5-10 ezer forintot egy szerviznek, hogy kiüsse az ins feliratot. De ez lehet, hogy csak az én saját kis pénzéhez sóvár, amit már megkaptam akárhányszor, hogy smucig vagyok, blablabla, hozzáállásom. Na, de hát ennyi lett volna. Úgyhogy szívesen annak, akinek spóroltam egy kis pénzt. Na, hát köszönöm szépen a figyelmeteket, ez megint csak egy ilyen gyors videó lett volna. Mivel elég sok helyről látom tényleg most már, és ez megint abban a kategóriába tartozik, hogy föllépek a Facebookra, bemegyek a Geasztra klubba, és naponta 15-en kérdezik meg. És igen. Na, szóval ennyi lett volna ez a rövid videó. Köszönöm, hogy megnézted, találkozunk a következőben, addig is dobj egy lájkot, iratkozz föl, oszd meg ezt a videót, hogy az asztrások megtudják, hogy ennyire kurva egyszerű kicserélni ezt a gombot, vagy ezt a feliratot, kiütni, nem tudok beszélni. Ezt a videót egyébként azután veszem föl, hogy az előzőt leforgattam, gezifáradt vagyok, tiszta szutyok vagyok, és minden rendben van. Ja, és ma még nem ettem, és már 5 óra van. Nagyon jó. Na. Köszönöm a figyelmet, és akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot, csatlakozz Facebookon, kövess, blablabla, bla, bla, és a következőre találkozunk, sziasztok!